megye 12-es választókerületében is összeszámolták a külképviseleteken leadott szavazatokat, illetve az átjelentkezők voksait. Hogy mi lett a végeredmény, azonnal mondjuk, előtte azonban ízelítő a többi témánkból. A holokauszt áldozataira emlékeztek ma délelőtt a BEM iskolában. Szakmák éjszakája, nagy volt az érdeklődés, a diákok közvetlen közelről nézhették meg a kétkezi munkát. És nagyobb terület, még több feladat évérték előtt tartott az egyik Cegvédi Polgárőr Egyesület. Híradó április 16-án hétfőn itt a Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Elfogadni, elfelejteni nem lehet, de élni kell tovább az érthetetlen megértésért, különös érzékenységgel arra, hogy ez soha ne ismétlődhessen meg, fogalmazott Takács László polgármester a holokauszt áldozataira emlékezve a BEM iskolában. A kormány 2000-ben nyilvánította április 16-át a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjává. A diákok és pedagógusok által készített tablókon fotók, szöveges visszaemlékezés és versek jelzik a történelem egyik, hanem a legsötétebb, legkegyetlenebb időszakát. A kormány 2000-ben nyilvánította április 16-át a holokauszt magyarországi emléknapjává. Az idei megemlékezést a BEM iskolában tartották, ahol Takács László polgármester mondott beszédet. Nem ünnepelni, hanem emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni egy általunk át nem élt szörnyűséges világra, a beteg, kegyetlen mészárlásra, amely során több mint fél millió nemzettársunkat veszítettük el. A cegvédi zsidóság közül a holokauszt idején 525-en vesztették életüket. Emlékeznünk kell, hogy az embertelen világ árnyéka többé ne vetülhessen ránk. Soha ne fordulhasson elő, hogy valaki megkülönböztető bélyeget kap azért, mert más a vallása, más a bőrének, hajának színe, mert szülei jómódúak vagy éppen szegények, vagy mert más együttes zenéjét hallgatják szívesebben, fogalmazott a polgármester. Hazánk, Magyarország 1944. márciusi német megszállása után a sztójai kormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket, a sárga csillag viselésétől, a kerékpárok beszolgáltatásán át, a zsidó lakások igénybevételéig. A zsidóság gettósításáról szóló rendelet értelmében a kisebb településeken a zsidóságot összegyűjtötték, és a közeli nagyvárosokba, majd gyűjtőtáborokba szállították. A budapesti és a vidéki zsidó közösségeket elkerített városrészeken kialakított gettókba zsúfolták. Az első gettókat 1944. április 16-ától Kárpátalján állították fel. 1944. áprilisi felmérés szerint Cegléden a Neológ anyahit községnek majd 600 tagja volt. Cegléden a gettósítás során összesen 581 főt költöztettek össze, emlékeztetett a polgármester, majd úgy folytatta, a ceglédi zsidókat a gettóbazárás után 1944. június 17-én szállították át a kecskeméti gyűjtőtáborba, onnan a hónap végén pedig Auschwitz-Birkenauba. Mai eszünkkel felfoghatatlan szörnyűségek téptek szét, nyomorítottak meg családokat, életeket, jövőket, fogalmazott Takács László. A megemlékezésen a BEM iskola diákjai a holokausztról, a megkülönböztetésről is beszéltek. 1944 elején még úgy tűnhetett, hogy az ország és a zsidó közösség túlnyomó többsége az elszenvedett veszteségek ellenére viszonylagos épségben vészelheti át a háborút. De a magyar áldozatokra emlékeztek olyan művészek felidézésével is, akik átélték a holokauszt borzalmait. Végleges az április 8-ai választás eredménye. Pest megye 12-es választókerületében is összeszámolták a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint az átjelentkezők voksait. A több mint 48 ezer szavazat közül 24.826 voks érkezett a Fidesz-KDNP jelöltjére, vagyis nem változott az április 8-ai eredmény. Földi László nyerte a választást. Megnyitjuk az ülést.
Országszerte mind a 106 egyéni választókerületben összesítették hétvégén a külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint az átjelentkezők voksait. Pest megye 12-es választókerületének választási bizottsága szombaton este ült össze, hogy megállapítsa a végeredményt. Elmondható, hogy a választás eredményes, érvényes volt. A több mint 48 ezer érvényes szavazat közül 24.826-an adták le a voksukat Földi Lászlóra, tehát a választókerületben ő lett a képviselő, második helyen a Jobbik jelöltje Volner János végzett, harmadik helyen pedig dr. Szüdi János, demokratikus koalíció jelöltje. Az április 8-ai szavazás eredménye tehát nem változott. Földi László 51,64%-os arányban megnyerte a választást. Az eredmény végleges, bár 3 nap van a fellebbezésre. Ha fellebbezésre nem kerül sor, utána ismét összeül a bizottság, és átadja a megbízó levelet a képviselőnek, tehát Földi László átveszi a bizottságtól a megbízó leveleit, még ebben a hónapban, de ennek a napja nem ismert. Országosan is elmondható, hogy a levélszavazatok és az átjelentkezettek voksai nem változtatták meg az április 8-ai választás eredményét. Az érvényes szavazatok túlnyomó többségét a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta. Számos kétkezi munkát ismerhettek meg, és próbálhattak ki általános iskolások a szakmák éjszakáján. Az oktatási intézmények mellett olyan cégek várták a fiatalokat, ahol a kétkezi munka szépségeit ismerhették meg. Cukrászok, asztalosok, felszolgálók, fodrászok, építési vállalkozók mutatták meg, mi vár a gyerekekre, ha az ő szakmájukat választják. A kereskedelmi iskola, a BEM iskola és persze a közgazdasági és informatikai szakgimnázium is kinyitotta kapuit, hogy bemutassák, miért is szép egy-egy adott szakma. Vagy mi az, ami arra a diákra vár, aki mondjuk fodrász vagy kozmetikus szeretne lenni. De betekintést nyertek az elektronika világába is. Villódzó fények, színek, izzók. A BEM iskola egyik termében különleges látvány fogadta a diákokat. Nekem személy szerint ez az elektrobarlang tetszett, mivel személy szerint nagyon a szívemhez kötődik ez az egész elektronika, meg igazából minden ilyesmi. A Cegléd-Berceli általános iskolába járó fiatal egyébként informatikus szeretne majd lenni. Az intézményben kipróbálhatták a szabó szakmát is, virágot varhattak a fiatalok. Továbbá szépülhettek a tanuló fodrászok és kozmetikusok kezei alatt. Egy Dánszent Miklósi diák, Dézsi Tiffany is körbejárta a szépészeti szakmákat bemutató helyiséget. Mi tetszett a legjobban ebben az? A rendészeti bemutató. És van-e már elképzelésed arra, hogy mi szeretnél lenni? Hát ezt még nem tudom, de gimnáziumba szeretnék menni. A szakmák éjszakáján a vállalkozások is várták a diákokat. A CEVASZ elnöke is megnyitotta cége ajtaját, ahol a bútoripar és az asztalos szakmával ismerkedhettek a fiatalok. Lehet egy szép test, lehet egy szép ruha, egy szép öltözet, minden lehet, nagyon szép finom étkek, de ha nincs ott az ember mögötte, aki ezeket használja és fogyasztja, semmit nem ér az egész, mint a levegő, annyira fontosak az utánpótlás, rendkívül fontos. A cégnél dolgozó szakemberek bemutatták, hogy mennyit fejlődött az asztalos szakmában is a technológia. Most már számos folyamat számítógépes vezérléssel zajlik. Szelecki László a szakma szépségéről is beszélt. Egyszer azt mondta egy kedves ügyfelünk nekünk néhány évvel ezelőtt, hogy önök nagyon szerencsés emberek, és kérdeztem, hogy vajon miért mit gondol erről. Azt mondta, hogy önök más otthonait készítik. Hát azt gondolom, hogy ennél szebb szó nem is lehetne erre. Mindemellett az építőipar világával is megismerkedhettek a 7-es diákok. Cegléden az egyik cég építkezési területére várták őket. Víg Zoltán, a Víg és Társa Kft. Ügyvezetője arról beszélt, mennyire fontos ebben a szakmában is az utánpótlás. Jelen pillanatban nagyon nagy a hiány. Hála Istennek fölrendülében van az építőipar, és nagyon kellene az utánpótlás, amire most bőven volna igény, és nagyon szeretnénk gyerekeket tanítani. Van is munkaterületünk, nagyon jó munkaterületek,
reméljük, hogy vonzó lesz majd a kínálat. De azt is elmondta, hogy milyen szépséget rejt magában a szakma. Az alkotás, ami annak ide engem is megfogott, amikor kapunk egy tiszta munkateret, tehát egy telket, és néhány hónap múlva akár egy kész családi házat tudunk produkálni, vagy hogyha egy régi épületről beszélünk, ami korszerűtlen, néhány hónap alatt lehet bele egy modern korszerű házat alakítani, ami energetikába, egyéb komfortokba a mai igényeket kielégíti. A szakmák éjszakáját a Ceglédi Szakképzési Centrum szervezte, a CEVASZ és az IPOSZ közreműködésével. Több ceglédi alkotóközösség is díjat vehetett át a hétvégén megrendezett második Ceglédi Filmfesztiválon. A felnőtt kategória fődíját viszont az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója Timko Imre és persze alkotótársai vihették haza. A Magamba zárva című játékfilm Cegléd után legközelebb Párizsban lesz látható fesztiválon. A filmes kultúra népszerűsítésére második alkalommal hívták életre a Ceglédi Filmfesztivált. 59 alkotás érkezett a megmérettetésre. Mindezt két teremben folyamatosan megtekinthette a közönség is. Őket és persze az alkotókat az alpolgármester Hegedűs Ágota köszöntötte, aki arról is beszélt, ilyenkor is visszaigazolást nyer, szükség van Ceglédnek saját mozira. Nagy öröm, hogy meg tudtuk újítani a mozinkat, a filmszínházunkat. A multiplex világában mindenki próbál egyre nagyobb mozikba járni, de Cegléd Város önkormányzata úgy döntött, hogy megmenti ezt a filmszínházat, megmenti a helyi közösségnek, és úgy tűnik, hogy nem csak a helyi közösségnek, hanem önöknek is, mert egy ilyen kis közösségben sokkal jobb bemutatni ezeket a kis filmeket, mint egy nagy multiplex moziban. A filmeket értékelő zsűri elnöke idén a Magyar Hollywood Tanács elnöke Bokor Balázs volt. Úgy fogalmazott, óriási élmény és feltöltődés volt számára ez a nap. Azt hiszem, hogy egy olyan nagy anyagból merítettünk, amelyben kiváló filmek kerültek bele mindegyik kategóriában. Nagyon perspektívikus filmeseket láttunk itt, fiatal rendezőket, operatőröket. Tehát én azt hiszem, hogy mindez rányomja a Ceglédi Filmfesztiválra is a bélyegét, tehát harmadik, negyedik, ötödik alkalommal egyre erősödő mezőny lesz itt. Egy zsűrinek nagyon fontos, ha azt látja, hogy van miből, nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg válogatni. Általános iskolai kategóriában végül Bartóczy Anna Himnusz és My Declaration of Human Rights című alkotásai kapták meg az első helyezettnek járó díjat. Ifjúsági kategóriában Költési András Lélekszakadva című filmje nyert, felnőtt kisjátékfilm kategóriában pedig Timko Imre Magamba zárva című alkotása érdemelte ki a fődíjat. A film egy lánytestvérpárról szól, akik nem jönnek ki jól egymással a múltjuk miatt. A kettejük kapcsolatát a filmben egy ritka betegségen és annak öt stádiumán keresztül mutatják be, az elutasítástól az elfogadásig. Ez most a második fesztiválunk volt, az előző fesztivál az április elején volt, kint Londonban, a Pinewood stúdióban. Az szintén egy hatalmas megtiszteltetés volt kint Londonban, és ráadásul ott volt a filmnek a premierje. Aztán most, amit már tudunk, hogy ennek a következő lépésre Franciaországban a Párizsi Liftoff Fesztivál lesz. De dokumentumfilmet is láthatott a közönség. Itt Erna Csilla Menedék című filmjét díjazta a zsűri. Az ismeretterjesztő filmek közül Jurkovics Minán, Poroszka Magyar Zsolt a Méhek nyomában című filmje nyert. Az animációs filmek kategóriában Herstáb Martin vehette át a díjat. A közönség díjat pedig Zila Viktória és Szaradit Zoltán vehette át. Göldner Tibor tájképeiből nyílt kiállítás a Kossuth Lajos gimnázium dísztermében. A festőművész alkotásain előszeretettel örökíti meg a Dunát és a magyar tájak szépségének változó arculatát. Hangulatos vízparti képek, színek, fák, házak. Göldner Tibor festőművész alkotásait láthatja az érdeklődő közönség a Kossuth Lajos gimnáziumban. Köszönöm szépen, hogy ifjabb és régebb óta ifjabb művész palánták ellátogattak ezen a szép kora tavaszi napon. Épp beszéltük Gáborral, hogy a kiállításokat nem villanyfényben, hanem nappali fénynél kell megnyitni, mert akkor sokkal kevesebb a tükröződés, és sokkal jobban tudjátok élvezni a műveket. Köszönöm Újházi Gyurinak, aki galériája anyagából elhozta nekünk ezt a kiállítást.
Az Artem Galéria tulajdonosa, Újházi György köszönetét fejezte ki az oktatási intézmény vezetőinek. 4 év múlva lesz, mondjuk 50 éve, hogy itt a jó öreg Alma Mater falai között szerepeltem. Azóta voltam én már itt sokszor, de ilyen jellegű rendezvényen először, és köszönöm szépen a gimnázium vezetésének, Rónai Gábornak, hogy ezt a lehetőséget megteremtette számunkra. A festőművész számos európai országban folytatta tanulmányait. 1948 óta hazai és külföldi galériákban is láthatták alkotásait. Végül Baján telepedett le, ott él és alkot. Ez a kiállítási anyag, ez egy véletlen folytán került hozzám, és ami még érdekessége a dolognak, hogy a fia hívott föl pár hónappal ezelőtt, hogy látta ezeket a képeket, és ő csodálkozik azon, hogy miért ilyen olcsón árulunk őket. Hát egy művészeti alkotásnak az értéke az változik, sokat változik, van, aminek esetleg emelkedhet az ára, van, aminek esetleg csökken. Gödner Tibor festményei a valóság kifejező átírásai. Tájfestészetében előszeretettel örökíti meg a Dunát és a Duna menti magyar tájak szépségének változó arculatát, hangzott el a megnyitón. Még több fővel, még nagyobb területen látott el szolgálatot 2017-ben az Öregszőlői és Ugyeri Városrészért Felelős Polgárőr Egyesület. A szervezet megtartotta éves beszámolóját, amiből az is kiderült, az ugyeri terület átvételével 14 új polgárőr is csatlakozott hozzájuk, ezért most az egyik legfontosabb cél egy gépjármű beszerzése. Tavaly átalakult a polgárőrségek működése Cegléden. 2 egyesület maradt, ők látják el az egyik, illetve másik városrészben a feladatokat. Egyikük a Cegléd 2-es polgárőr egyesület. A Budai út, Öregszőlő és az Ugyeri városrész is hozzájuk tartozik. Nem csak a terület, de a létszám is megnőtt. Most már 41-en látnak el szolgálatot. A megnövekedett feladatok pedig a számokban is láthatóak. Az elmúlt évben egyesületünk, összehasonlítva a 2016-os évvel, ugye 2016-ban 315 fővel 175 alkalommal, 1627 órában és 7912 kilométert használtunk fel, még a 2017-es évben 435 fővel 237 alkalommal, 2172 órában és 13.917 kilométert használtunk fel. Mindezt gyalogosan és egy gépjárművel, de az egyesület 3 iskolával együttműködési megállapodást is kötött. A fiatalok közösségi szolgálatot teljesíthetnek itt. Ők általában rendészeti vagy katonai pályára készülnek. Az egyesület alelnöke elmondta, eredményesen sikerült tehát zárni a 2017-es évet. A 2017-es évben vállalt feladatokat teljesítettük, növeltük az egyesületünk létszámát, illetve az órák szám, közterületen eltöltött óraszámot. A 2018 évre szeretnénk az egyesület kibővült tagjai részére a ruházatot pótolni, hogy egységesek legyünk, illetve Ugyar területére szeretnénk egy gépkocsit beszerezni, amivel hatékonyabban és gyorsabban tudnak reagálni bármilyen bejelentésre, és önállóan is tudnak szolgáltat ellátni, és nem kell a másik gépkocsit átvinni a területre. Az egyesület tagjai több esetben jeleztek közvilágítási hibákat, derítettek fel illegális szemétlerakót, de eltűnt gyermekek felkutatásában is részt vettek. Mindezekért köszönetet mondott a városrész önkormányzati képviselője is. De azért is, mert igazi közösségé vált az egyesület. Köszönöm szépen azt is, hogy vagytok egyáltalán egymásnak, ez a harmadik köszönet ma este már, de ezt is meg szeretném tenni, mert nem csak azért jöttetek össze ma este, hogy a biztonságról beszélgessetek, gondolom, hanem egy picit mulatni is szeretnétek, és bizony ezek a közösségek kiveszőben vannak már. Dr. Ferenci Norbert oklevéllel és ajándékkal köszönte meg néhány polgárőr, és persze az egyesület elnökének áldozatos munkáját.
Ez volt a mai Híradó utolsó tudósítása. Most következő háttérmagazinunkban a filmfesztivál egyik nyertes alkotását láthatják, Jurkovics Milán és Poroszka Magyar Zsolt Méhek nyomában című ismeretterjesztő filmjét nézhetik meg teljes egészében. Híradó természetesen holnap este 6 órakor is lesz, akkor is számítunk Önökre. A Városi Televízió híreit weboldalunkon és Facebook oldalunkon is megtalálják. Szép estét, viszontlátásra!